Sziasztok, indítottam egy kis nyereményjátékot, ideig csak Facebookon írtam ki, de most elmondom videóban is, hiszen így több emberhez jut el. A nyeremény egy csabusás bögre, ilyen. A feladat a kalamper darálóhoz logót rajzolni. Lehet bármilyen eszközt használni, ceruzát, zsírkrétát, photoshopot, vagy tőlem akár barlangrajz is lehet. Az elkészült rajzokat a csabusa69 kukacgmail.com címre küldjétek el. És a tárgymezőbe írjátok bele, hogy darálogó nyereményjáték. A határidő január 27, azaz kicsivel több mint egy hét, de akik nem szeretnek nyereményjátékon bögrét nyerni, inkább megrendelik, azok az MC-sokban ugyanúgy megrendelhetik a, a szokásos címen. Sziasztok, ebben a videóban azt fogom megmutatni, hogy hogyan tudtok saját modellek, modelleket hozzáadni a Minecraft pályátokhoz. Például így lehetséges az, hogy itt most olyan, mintha egy űrhajót vezetnék, meg ott űrhajókra lövöldöznék. Ezek ugye ilyen saját modellek, amik resource pack lettek a, a pályához hozzáadva, illetve Csabi a 100.000-es pályáján is így voltak ott játékos modellek. Tehát nem beírtam, hogy Summon Player, ilyen nincsen, ilyet nem lehet idézni, hanem azok, azok modellek voltak, resource pack meg voltak csinálva, és hát játékos skin volt megadva rajtuk. Na, az első lépés, hogy szerezünk egy ilyen modellt. Ez például lehet úgy, hogy csinálunk sajátot, ezt uh, lehet például modellező programmal, de akár saját magunk is megírhatjuk. Mondjuk azt az utat nem javaslom, hiszen van rá program. Rozon csinált róla a tutoriált. Gyakorlatilag egy 3D szerkesztő programról van szó. Szépen össze lehet pakolni ilyen blokkokból ezeket a, ezeket a modelleket. És nagyon jó cuccokat lehet csinálni. Na, aki kicsit lustább, meg hát egyébként se kell mindig mindent nulláról elkezdeni, fölhasználhatunk már korábban elkészített modelleket. Például a blockmodels.com-on van ilyen gyűjtemény, itt látjátok, vannak ilyen mások által készített modellek, amiket így behúzhatunk a játékba. Van itt Tardis, meg, meg Szívecske, bevásárlókocsi, ó oh, igen, innen van ugye a karácsonyi pályáról a, a bevásárlókocsi például. Egy másik ilyen oldal, amit ismerek, az a Vanilla Burp vagy Burp. Ezen is modellek vannak, itt van például egy robot, ezen gondolom, a, igen, a hamburger a lényeg. Még egy szívecskem, szóval nagyon sok minden van. Hű, de szép macska, hamster. Mondjuk én most ezt a macskát szeretném berakni. Akár modellező programot használtok, akár letöltötök, a lényeg, hogy lesz egy JSON-fájlotok. Na, ezt most letöltöm. Ezt ide, igen, igen. Itt van a fájl, ez a hamster modell. Ugye egy darab JSON van benne. Ezt most így kis ki csomagolom. Hát most itt Total commander jobb gomb és kibontás ide, vagy, vagy megnyitjátok is innen, kimásoljátok valahová, tehát többféleképpen ki lehet csomagolni. Én most itt csinálom. Szóval ez egy JSON file, ez szöveges file, tehát mindenféle szövegszerkesztővel meg fogjátok tudni nyitni, például jegyzettem be, Most megnyitom, így néz egy ilyen model file, a lényeges részek az például a textures, itt adhatod meg, hogy milyen képeket használsz a modellethez, aztán van egy ilyen elements rész, itt pedig a modellek vannak megadva, hát egy ilyen szép kód. Tulajdonképpen itt téglatestek vannak megadva, két ponttal vannak megadva, ez a from, apá, ez a from meg a to, a, a fő átló a két csúcsot, ahogy metzi, azt a két pontot kell megadni, Um, annyira nem akarok azért ebbe belemenni, a lényeg, hogy itt így szövegesen le vannak írva a modellek, amiből, amiből így össze van rakva végül is egy modell. Tehát egy Minecraft modell, az tulajdonképpen ilyen téglatestekből áll. De nem javaslom senkinek ezt az utat, hogy kézzel csinálja, én a kezdetekben csináltam, de van erre ingyenes program, mondtam, ott van Rozon tutoriája róla. Szóval van ez a JSON-fájlunk, most ezt ugye be kell másolnunk a megfelelő helyre. Érdemes leszedni az alap, resource pack -et. Hát beírjátok a netbe, hogy Minecraft default resource pack például. Nekem is mindig megvan. Ugyanis ebből lehet puskázni, hogy melyik fájl milyen néven és hol helyezkedik el. Tehát itt van most ez a default resource pack. Ugye van egy asset, egy Minecraft, és azon belül különböző mappák. Például textures-ben vannak a textúrák, a modelsben a modellek, a soundsban a hangok, nekünk most a models kell. Tehát megint a Models. ezen belül két mappa van, a block és az item. Ugye attól függ, hogy, hogy egy blokknak vagy, vagy egy tárnak szeretnénk ezt a modellt megadni. Legyen mondjuk most blokk, tehát lerakható legyen ez a macska. És ezt megnyitom, látjátok van itt egy rakás JSON, itt a különböző tárgyaknak. Most megállok itt, például ez a reston vezeték. Ah, igen, azért van ennyi féle, mert ugye többféleképpen össze lehet kapcsolni a, a restont, és azok külön-külön modellek. De például itt van a homoknak, a szennek, ezt most így megnyitom. Itt ebbe csak ennyi van, mert meg van csinálva egy blokk, ez a cube all, és ez annak a modelljét veszi át, ezt jelenti ez a parent. Úgyhogy nem kell minden egyes blokknak leírni, hogy hát ez egy kocka legyen, ez egy kocka legyen, hanem egyszer meg van csinálva, és mindegyik arra hivatkozik. Na, akkor mondjuk, ha homoknak szeretném lecserélni a, a, modelljét, akkor az egyik módszer az, hogy én konkrétan ugyanígy helyezek el egy ugyanilyen nevű fájlt, ezt a hamstert, csak abban nem ez lesz, hanem, hanem ez, amit letöltöttem. Ez az egyik módszer. A másik módszer az, hogy visszamegyünk, még egyet, és van ez a Block States mappa. Itt az a megadva, hogy a blokkok különböző állásában melyik modell töltsék be. Például itt van az ajtó, hú, ez egy kicsit hosszú, de ugye az ajtó az, az állhat, hát egyrészt négy irányban, meg lehet nyitva, meg csukva. Most ezek az esetek itt mind szépen le vannak írva, és meg van adva, hogy milyen modell töltsön be. Van amelyiknél van ilyen Y érték itt, Látjátok, ez azt jelenti, hogy el legyen forgatva. Tehát nincsen legyártva mind a négy irányba, hanem egyszer le van gyártva, és itt, és itt, forgatja. De vegyük az egyszerűbb irányt, amikor a modellt cseréljük le. Nekem itt jobb oldalt látjátok ennek a űrhajós pályának a resource pekét, amit a videó elején láttatok. Ebben is egy Assets, Minecraft, itt már én előre csináltam Models mappát, mert hát hattam hozzá modelleket, és ugye a blogba kell másolni, Sandpoint.json néven. Itt van, bemásoltam a fájlt, de ugye ezt át kell neveznünk send.json-re. És akkor visszamegyünk az assets-be, nem, még egyel vissza, és az assets, assets mappát, meg ezt a kötelező pack.mc meta fájlt, ezt kell összecsomagolnunk. Korábban is csináltam már videókat resource pack készítésről, aki még nem látta, az nézze meg, abban megmutattam, hogy mi ez az mc meta fájl és mit kell tartalmazzon. Szóval ezt így összetemörőtettük, és ezt most így át is nevezem, resources.zip-re, ugyanis, hogyha ilyen néven bemásoljuk a, a pályának a mappájába, akkor azt automatikusan be fogja tölteni a játék. Nagyon fontos, hogy előtte kilépek, hiszen csak akkor fogja betölteni a resource pack hogyha elindítom a pályát. Szóval ezt most másolom, a saves, ez a starship, ide beillesztem, igen, fölülírom, és akkor most megnézzük a játékban, ez, ahol oh, tényleg valami más van, de ez, Jesszusom, de kicsi mi ez? Ja, ja, tudom miért más a színe, mert lecseréltem textúrákat is, és akkor ugye talán narancsszínű volt a macska, és hát gondolom a, a narancsszínű gyapjú ebben a resource packben ilyen színű, nem tudom, egy másikból szedtem át a gyapjúkat, úgyhogy nem ismerem mindet. Szóval ennyi lenne a modell beillesztés. Ha természetesen amit tárnak akartam volna, akkor ugye az item Moppa-ba másolom, és hát olyan néven, amilyen tárgyat leszeretnék cserélni. Van még egy olyan lehetőség, ugye, hogy damage cserélek le egy tárgyat, például itt az űrhajók is mind gyémánt kapák. Ugye az eszközök tudnak sérülni, és az egyes damage azt jelenti, hogy, hogy egyel csökkent már ennek az eszköznek a durability -e, nem mi is ennek a magyar megfelelője. Szóval, hogy már egyes sérült az a szerszám. Itt láthatjátok a gyémánt kapának a JSON fájlát, ez most egy VS Code nevi programon indítottam el, ez egy ingyenes program, nagyon jó, nagyon tudom ajánlani így resource pack készítése, mert amit látjátok itt bal mutatja a könyvtár struktúrát. Ez itt vagyok a Minecrafton belül, és akkor itt van a block states, a models, a sounds, a textures, nem tudom models, azon belül items, és itt van ez a diamond hole, ez a gyémánt kapa. Ha szeretnétek, hogy hogy damage változzon, akkor hozzá kell adnunk egy ilyen override teget, és ebben megadni a damage értékét. Ez az első sor itt az, amikor egyet sérült a gyémát kapa, azért nem egyes van ide írva, vagy legalább egy tized, vagy egy század, vagy valami, vagy valami kerekebb szám ennél, mert ennek az értéke úgy működik, hogy van egy a durability egy eszköznek, a gyémánt kapának azt hiszem valami 1020, vagy valahogy így van, ez van eloszva 0 és 1 között. Tehát, hogyha én ide nullát írok, az azt jelenti, hogy nem sérült a kapa. Ha egyes van, akkor, akkor a legsérültebb. És akkor az összes többi érték, ahogy, ami ezek között így elosztódik. Tehát, hogyha félig sérült, az a 0,5 de ez ugye eszközönként változik, hogy ez mekkora damage érték. Teszem azt mondjuk 10 egy eszköznek a durability -e, akkor a 0,5, amikor 5 ös a damage. Ha mondjuk 20 az eszköznek a durability -e, akkor ugyanez az érték itt a 0,5, az már a 10-es damage jelöli. Szerencsére ezt nem kell számolgatnotok, hanem van erre a neten is generátor. Tehát itt van ez az okos oldal, itt lehet kiválasztani, hogy mely, milyen eszköznek szeretnétek látni. Mondjuk én az oldalnak szeretném látni írja, hogy a 238, rámegyek, hogy generate code, és akkor itt szépen láthatjuk, csinál egy ilyen listát. Itt most felosztotta nekem tulajdonképpen 238 részre 0 és 1 között a számokat. És akkor nem kell számogatnom, elég csak másholnom. Szóval az overrides részben lehet megadni egy damage értéket, és ahhoz egy modellt, hogy mit töltsön be. Itt láthatjuk, hogy gyémánt kap az, hát ahogy mondtam, ez az egyes, akkor a custom per űrhajó modell be, mutatom is, itt van a modellen belül, hogy custom és űrhajó. És az így néz ki. Itt van, milyen textúrákat használjon. A display rész azt jelenti, hogy a különböző nézetekben hogyan látszódjon. Tehát még lehet igazítani, hogyha mondjuk a, mondjuk a fejünkön ez ilyen hülyén mutat, vagy másik irányba néz, akkor még itt lehet forgatni, meg átméretezni. Láttam, hogy az elemet rész, amit mondtam, a különböző téglatestek hogyan helyezkedjenek el. Aztán a gyémánt kapának ugye a második sorba, a kettes demicsehhez tartozó, az űrhajó 2 modell legyen, aztán űrhajó 3, és így tovább. Ez most nyú 100 ezres pályáján a gyémánt kapának a Jason fáját látjátok. Így itt vannak a játékosok. Hogyha egyes a demicse -e, a gyémánt kapának, itt az első sor, akkor a player per zsömit be. Itt van ez a fájl, ennek is látjátok, megvan adva egy parent, ugyanis nem minden egyes játékosnál bemásoltam a modelleket, ezeket ezt az Elements részt, hanem van egy, és az összes többi játékos ezt húzza be. Ahogy mutattam a videó elején, tehát átveszi egy másik modellt, és azt módosítja, méghozzá a textúrát cseréli le, hogy a skins per G games fájlt használja. De mondjuk menjünk egy másikat, mondjuk Comet. Ott látjátok ugyanúgy ez a player modell van behúzva, de a skinnek a kometa megadva. Mutatom a player modellt, az ugye vár egy skint, amit az előző két fájlban mutattam, és hát itt vannak az elemek itt szépen összerakva. Konkrétan ez a fájl egyébként az, Adven az adventure mód kalandpályából van, ami ugye a, a Minecraft alapján készült kalandjáték alapján készült kalandpálya. De ezt szerintem nem kell bemutatni, biztosan sokan ismeritek. Úgyhogy ezúton is még egyszer köszönt a készítőknek, hogy ők már elkészítettek a modelleket, és, és nem kellett nekem szenvedni vele. Azt hiszem mindent elmondtam, illetve még rengeteg mindent lehetne, tehát azért elég sok lehetőség van így ebben a modellkészítésben, de itt most csak a berakást akartam megmutatni. A bemutatott weboldalak linkje, illetve Rozonnak a, Rozon a tutoriájának a linkje az mind ott lesz a leírásban. Csabinyó pályájának, resource pack linkjét is berakom a leírásba, hiszen, hiszen ez egy jó példa arra, hogy hogyan lehet például játékos berakni, vagy modellt berakni, úgyhogy, úgyhogy ez alapján tudtok sajátot is készíteni. Esetleg ezt a játékos modellt is felhasználhatjátok. Magát a pályát nem fogom berakni, az Csabi készült, viszont a research ből rengeteg mindent lehet tanulni, és hát, és hát az, az, nem annyira személyes, mint, mint, maga a pályának a története. Továbbá össze fogok még gyűjteni hasznos dolgokat, amik szerintem segítenek, akár linkeket, akár szövegeket, még így nem tudom, tehát így... Majd vágás közben átgondolom, hogy mi az, amit kihagytam, és, és egyébként sokat segíthetne. Szóval mindenképpen nézzétek meg a leírást. A kézikönyv óvjon.